Köszöntöm a Hírháttér nézőit a sporttagozat előnyben, hogyha itt vagyok hétfőn, akkor általában a sportról beszélgetünk. A nagy sikerű szurkolói ankét után itt a stúdióban is üdvözöletem dr. Ten Gábort, a Moson-Magyaróvári Kézlabda Klub ESE elnökét. Az első esztendő, a felnőtt csapat 10. hely, junior pedig megnyerte a bajnokságot. Milyennek láttátok ezt a szezont? Bontsuk is mindjárt ketté, kezdjük a felnőttekkel, aztán utána a juniorokkal. Én is tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Köszönjük szépen, hogy a lehetőséget kapunk egy ilyen évzáró, évindító beszélgetésre. Mi egy... Évzáró vagy évindító? Hát én azt gondolom mind a kettő, mert ahogy lezártuk az évet, el is indítottuk a következőt. Egy nagyon sikeres esztendőt zártunk. Bent sikeresen tudtuk zárni az NB1-es szezont, tehát a felnőtt szezont. 10. lettünk ebben a nagyon, nagyon erős bajnokságban, hiszen ezért azt tudni kell, hogy a világ másik legerősebb nemzeti bajnoksága kézilabda terén a magyar. A junior csapatunk bajnok lett, az ifi csapatunk, és el is hoztam egyébként az aláért dedikált mezőket a lányoknak. Az ifi csapatunk 5. lett, az OSB csapatunk, tehát a serdő csapatunk is 5. lett. Tehát egy sikeres esztendőt zártunk. Megnéztem a tavalyi eredményeket, illetve amikor még a Veszprém színeiben indultatok, akkor még 10. Akkor is 10. volt a csapat, 13-14-ben és 14-15-ben is. Tehát visszalépésről semmiféleképpen sem beszélhetünk. Viszont amikor talán szezon előtt beszélgettünk, azt mondtuk, hogy jó lenne a középmezőnyben végezni. Ezek szerint egy kicsit erősebb volt a mostani magyar mezőny, mint ahogy azt terveztétek. Ugye 3 éve játszik ez a csapat az NB1-ben, amikor még junior bajnokként, illetve NB1-B-s bajnokként bekerültek ezek a fiatal lányok, hiszen ez egy junior világbajnoki 4. helyezett csapatra épülő csapat. Egyébként azóta szinte a teljes csapat kicserődött, hiszen mindenkit, minden játékosunkat elvittek, akiket csak tudtak, hisz nagyon sikeres játékosokról beszélünk. Tehát mi igen, a várakozásoktól két helyen elmaradtunk, de azt gondolom, hogy tisztességgel helyt álltunk a bajnokságban. Az alapszakasz után edzőváltás történt, és a rájátszásban ugye Klavati Tamással mentek a lányok, és egy kifejezetten pozitív periódust zártak akkor. Az alapszakasz után leültünk értékelni az alapszakasz tevékenységét, és úgy egyeztünk meg az akkori vezetőedzővel, hogy ő, tehát Róth Kálmánnal, hogy ő az ETO utánpótlás igazgatói pozícióját választotta, és ekkor került képbe Klavati Tamás, aki azt gondolom, hogy nagyon sikeres munkát végzett ebben az időszakban, és reméljük, hogy a következő szezonban is. Ha még egy kicsit visszautalunk az alapszakaszra, azért az is kijelenthető, hogy nem volt talán az Eton, Fradin kívül olyan csapat, aki nagyon-nagyon meg tudta volna verni a Moson-Magyaróvárt, volt sok döntetlen is. Igen, voltak ilyen ide-oda kiki meccsek. A rájátszásban ezeket a kiki meccseket sikerült sikeresen hoznunk, az alapszakaszban viszont sokszor maradtunk alul egy góllal, döntetlennel. Én azt gondolom, a labda pattog ide-oda, szerencsére a rájátszásban hozzánk pattogott. Jól kezdtük a bajnokságot annó, hiszen a Vácot mindjárt idegenben le is győztük, és aztán ez többször nem is sikerült a bajnokság folyamán, még az ugye a rájátszásban sem, hogyha jól emlékszem. Hogyan emlékszel vissza ezekre a mérkőzésekre? Ebben 6 pontosítsak, mert az alapszakaszban itthon legyőztük a Vácot, tehát pont ezzel januárban ezzel indítottunk. Igen, a rájátszás. A rájátszásban viszont, hát keretes az az év, tehát ahogy a rájátszásban a Váccal kezdtünk, ugye a rájátszásban a Váccal végeztünk, egy góllal nyertünk mi ott az első mérkőzésben, és utolsóban 2-vel kaptunk ki egyébként nagyon kiélezett meccsen. Nagyon, nagyon jó volt ez a bajnokság. Melyik volt a kedvenc mérkőzésed? Hát talán lehet, hogy furcsán hangzik, de a rájátszásban az MTK-val idegenben, amikor a szurkolóink olyan hangulatot teremtettek az MTK-nál, hogy az MTK vezetési zsödőt azt mondták, hogy ezt a szurkolói gárdát igazából szeretnék tőlünk elakvirálni. Mondtuk, hogy a szurkolóink szintén nálunk maradnak, úgyhogy így szeretnénk ezt az évet is folytatni. Mi nem csak a felnőttekkel dolgoztok, hanem komoly utánpótlás bázisra is épít a csapat, és hát én megmondom, abszolút nem számítottam rá, hogy az első évben magyar bajnoki címnek örülhet az egyesület. Ti hogyan éltétek ezt? Megbeszélj egy kicsit az utánpótlásról. Mi ezt kiértékeltük, azért azt tudni kell, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyunk az Audi ETO-val, és nagyon sok játékos az Audi ETO-tól, szinte kizárólag az Audi ETO-tól vannak a játékosaink. Viszont ez egy épülő akadémiai rendszer.
és örömmel jelenthetem, hogy a mostani, tehát a mosonmagyaróvári gyerekek közül jövő szezontól, tehát ettől a szezontól kezdődően három ifi játékos már az óvári gyerekek közül fog az ifinél játszani. Tehát azt várjuk majd, amikor eljön az a pillanat, amikor az első mosonmagyaróvári nevelésű gyermek, akkor már ifjú hölgy, itt NB1-es játékosként kifusson majd a pályára. Kiknek a kezem munkáját dicséri az utánpótlás nevelés velük? Hogyan tudtok aztán ilyen hosszabb távon tervezni, gondolkodni? Én azt gondolom, hogy végig kellene sorolnom az összes nevet, aki a gyerekekkel foglalkozik, mind itt Mosonmagyaróváron, mind pedig Győrbe, de azért itt hadd emeljek ki mosonmagyaróvári edzőket, és azt gondolom, hogy most a testnevelők talán nem haragszanak meg, hiszen nagyon sok testnevelő is segíti a munkánkat. Bura József irányítja ezt a szakmai munkát, és Králnic János, aki segíti őt, különböző korcsoportokat ők edzenek, és egyébként a jövő évi akvirálásnál, tehát most ősszel meg fogjuk szólítani az elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes gyerekeket az általános iskolában. Stár Katalin tanárnő segíti a munkánkat, hiszen ő a felügyelőbizottságnak az elnöke nálunk a klubnál. Ismét egy beiskolázást fogunk a gyerekeknél végezni. Beszéljünk erről a bajnoki címről. Hát még az utolsó mérkőzés lefújása után is izgulni kellett, hogy meg lesz az a bajnoki cím, aztán végül is Bognár Robi kerülhette. Ez így van, egy nagyon érdekes szituáció alakult ki. Úgy fordultunk rá, egyenlő ponttal fordultunk rá, de erőnyerőként az utolsó körre, és mind a ketten kikaptunk mi a Ferencvárosnál, az Eto pedig a Nekánál, és előbb ért véget a mi mérkőzésünk, és amikor megtudták a lányok, én nem voltam ott személyesen, megtudták, hogy az Eto is kikapott, akkor robbant az öltöző. Számítottatok ti el, hogy őszintén, hogy bajnok lehet az utánpótlás csapat Magyarországon? Meglepetésként ér bennünket is, de az a munka, ami sok éves munka, amit a kollégák, a szakemberek ráfordítottak, ez most beérte. Beszélgettünk a mostani műsor előtt, hogy nem nagyon emlékszünk Mosonmagyaróvárnak felnőtt NB1-es bajnoki címére. Illetve nem felnőtt, hanem tehát egyetlen NB1-es bajnoki címre. Én is próbáltam utána nézni, nem találtam. Én a tekér mondtam, de azt gondolom, hogy ott egy kicsit más a lejátszásnak, illetve más a lebonyolításnak a formája. Ez egy különleges siker Mosonmagyaróvár életében. Visszatérve a felnőtt csapatra, azért köztudomású, hogy hát nagyon sok játékos távozik az egyesülettől, és ha minden igaz, akkor most hoztál egy olyan listát, amin az érkezők is ott vannak, akikről már szinte biztos, hogy itt Mosonmagyaróváron folytatják, kik ők. Illetve egyáltalán miért megy el ennyi játékos, és hogyan sikerült akkor a pótlás? 11 játékosunk megy el, javarészt azért, mert hívták őket. Azért azt tudni kell, hogy mi elsősorban nem bajnoki címet szeretnénk nyerni, hanem tisztességgel helytállni a bajnokságban, és szeretnénk az utánpótlás nevelést a fiatal játékosoknak játék lehetőséget adni arra, hogy ők stabil NB1-es játékosok legyenek. Most értünk el oda, hogy szinte az teljes csapatunk kicserélődik, egy játékosunk stabilan marad az idei évre is. Dombil utca. Szemerei Zsófi, aki a kezdetektől itt van, Dombil utca is egyébként. Dombil utca is. De mi szeretnénk fiatal játékosoknak lehetőséget adni, illetve játékosoknak, akik ezt a szakmai munkát vállalják, hiszen azért ez egy nagyon komoly erőpróbáló feladat mindenki részéről. És én ezt a névsort most nagyon szívesen megosztanám, akik érkeznek. Hát akkor halljuk. Jó, hogyha szabad akkor, és azért, hogy biztosan végigmondjak mindenkit. Tehát Szepesi Ivet érkezik, Réka Bizsikova, Csapó Kira, Vesztergomi Dalma, aki visszatér hozzánk, Horváth Petra, Kis Nikolett, Bóti Fruzsi, Tamirez Moreno, Janak Nédikova, aki visszatér hozzánk, Vékási Fruzsina, Hársfalvi Júlia, Katona Flóra és Pintér Zsanett. Részben ők etójátékosok, részben kívülről érkeznek, és részben visszatérők hozzánk. Az országos sajtó gyakran hivatkozza azt a Mosonmagyaróvárra, hogy a győri etó fiók csapata. Engem ez egy kicsit bánt, téged mennyire érint ez a hivatkozás? Gyakorlatilag mit jelent az, hogy fiók csapat? Tehát mi szakmai együttműködésben vagyunk az etóval, viszont azért egy önálló költségvetéssel és egy önálló klubként működünk, tehát nekünk magunknak kell megteremteni a feltételeinket ahhoz, hogy mi működni tudjunk. A szakmai munkát kapjuk elsősorban a Győri Audiató KC-től. Kardinális kérdés, mennyire biztosította a klub jövője
milyenek voltak az idei támogatók. Szeretném együtt és külön kezelni, tehát először az erkölcsi támogatókról, a szurkolóinkról, akikről már az előbb ejtettem szót, és azt gondolom, hogy emellett nem tudok elmenni, mert fantasztikus hangulatot teremtenek számunkra, tehát házas mérkőzéseket játszunk, és amikor idegenbe vagyunk, akkor is megtöltik a szektorokat, tehát a részükre bocsátott helyeket. Gazdasági oldalról pedig a szponzorainknak szeretnék köszönetet mondani, és azt gondolom, hogy nem tehetem meg, hogy most név szerint említsem őket. Nagyon sok szponzorunk van, nagyon sok támogatónk van, és szeretnénk hozzájuk fordulni az idei évben, tehát a 15-16-os szezonban is, kérve őket, hogy továbbra is támogassák a csapatunkat. Mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás csapatainkat. Teng Gábornak köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást a beszélgetésre, és akkor hamarosan találkozhatunk újra bajnokságban. Önöknek azt köszönöm, hogy bennünket választottak, a Mosonmagyaróvári kézilabdaklub elnökével beszélgettünk a szezonzáróról, illetve az évkezdésről, a viszontlátásra, viszonthallásra.